Jó estét kívánok a kedves nézőknek! Hát férfi kézilabdát fognak látni, ami viszonylag ritka itt a Budaörsi Városi Televízióban. Nem véletlen, hiszen ugye NB1-es csapatunk van a hölgyeknél, de azért néhány évvel ezelőtt láthattak már férfi mérkőzéseket is, amikor a Tatabányával közös csapata volt a Budaörsnek. Most pedig a Budai Farkasok gárdája játsza itt a mérkőzéseit. Mellettem Neukon Tamás, a Budaörs Handball, bocsánat, Moira Budaörs Handball szakmai vezetője, igazgatója. Szervusz Péter, mondj valamit legelőször is a csapatról, amely ugye most az NB1B-ben játsza majd a meccseit. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a nézőket. Az idei évben jutottak föl az NB2 osztályból, ez az első évük, nagyon hasonlóan dolgoznak, mint mi, és mivel Budaörsön nincs felnőtt csapat, gyakorlatilag egy együttműködés keretében ez a csapat lesz az, ahova adjuk föl a játékosokat, és már ebben a felnőtt keretben is van egy budaörsi nevelési játékos, a Matuszka Balázs, aki még ugyan két évig ifjúsági korú, de már bontogatja a szárnyait. Ugye pirosban játszik majd a Budai Farkasok csapata, amit azért hát nyugodtan nevezhetünk Budaörsnek is, hiszen most ők lesznek a hazai csapatunk. Annál is inkább, mert hogy Fülöp Péter a csapat edzője, aki a női meccseken itt nekem szakkommentátor, egyébként pedig hát a ti szakmai stábotok egyik elismert megbecsült tagja. Így van, nem véletlen, hogy ő itt a vezetőedző, tudatosan egyeztünk meg abba, hogy a mi ifjúsági, férfi ifjúsági csapatunk edzője egyben ott a felnőtt csapat vezetője, ez is az átjárás segíti, illetve azt, hogy ez a közös csapat, ugye a Budai Farkasoknak is van utánpótlás csapata, hogy a Budaörsi és a Budai Farkasok fiatal játékosainak ez lehet az útja a felnőtt csapat felé, felnőtt bajnokság felé. Na, majd beszélgetünk egy kicsit arról, hogy hogyan kerülhetnek fel a srácok ide. Na most nézzük az első támadást, amelyet ugye a miénk indítanak piros-fehér mezben, majd menet közben megismerkedünk a srácokkal. Mindjárt egy szélső támadás, ami sajnos ezúttal nem végződik góla, a miénk 17-ese Waller végezte el. És jött a Tungsram, amelyről azt kell tudni, hogy nagy kanizsai csapat, és amely szintén újonc, tehát ők is most jutottak föl az NB1B-be. Férfi NB1B az már ugye egy lendületes, dinamikus, jó meccse számíthatunk. A Budai Farkasok részéről mindenképpen hasonló filozófiával dolgoznak, mint Budaörsön. Remélhetőleg nagyon sok futás lesz, nagyon dinamikus játék. Meglátjuk, hogy az ellenfél ezt szeretné, ezt követi-e, vagy esetleg más játékot játszana. Hát minden esetre az első gól az övéké. Ha jól láttam, Gyimesi szerezte. A 23-as az ellenfélnél, egy gyönyörű szép támadás, egy nagyszerű játékkapcsolat, jó bejátszás, Auer a gólszerző 1-1 ezzel. Auert egyébként láthatták a kedves nézők korábban, amikor a Tatabánya Budaörs csapata játszott, hiszen benne volt abban. Hogy hívták azt az edzőt, azt a szakállasot? Nagy Péter. Nagy Péter csapatában már felejtek, úgy látszik, hogy öregszem. És Auer bizony benne volt ott eléggé sokat, ugribugrizott. Hát meg van még egy fiatal ember, akit felismerni véltem, Szövérti Szabolcs, lehet, hogy ő most épp nincs benne a kezdőben. De ott van, 24-essel. Ja, látom, ott van mellette. Csak akkor még nem volt szőrzet az arcán. Na, miközben ezt elmondom, Tóth szerzi a második gólt a Tungsram színeiben. Hát azt már most láthatjuk, hogy itt a fiúknál azért egy picit nagyobb a tempó, mint a lányoknál, de hát a fiúk nyilván fizikálisan is erősebbek, mint a hölgyek. Azt remélem egyébként, hogy ezt a tempót, hogyha ezt végig tudjuk diktálni, az ellenfél nem nagyon fogja preferálni, és talán ha egy szoros eredménnyel tudunk a végjátékba érkezni, akkor ott jobbak lehetünk ebbe. Azt kell tudni, hogy a nagy lövi a következő gólt, ezzel kettővel vezet már a Tungsram csapata. Ez egy jó kijátszás szélre, Pádár 8-assal, Szövérfi megpróbálja megverni az emberét egy az egybe, mehet tovább, egy szélső támadás, csak szabad dobás. Csapó Levente próbálkozott a balszörre, aki szintén a Tatabányai Nagy Péternek a nevelése, ő tavaly öregedett ki az ifjúsági csapatból, úgy került ide. Ugye 17-essel a szélen Waller, a miénknél 88-assal Géci, ő irányít, most van nála a labda, 9-es Auer, Szövérfi, nagy lövés, szép volt.
Szövérfi góljával 3-2. Alig 3 perc telt el, van már 5 gól, azt hiszem, hogy eddig nem panaszkodhatunk. És egy jó védekezés most, szintén Szövérfitől, hogy egy Imesit nem árt, hogyha egy ilyen megállító faltalot megfogjuk, mielőtt elkezdene lőni, mert magas játékos, és láttuk az első lövésénél, hogy jó magasra is tud ugrani. Nagy Kanizsa egyébként a magyar kézilabda térképen hol van? Én nem olyan régen, nagyon hallottam. Régen nagyon komolyan rajta volt, NB1-es csapatuk volt. Most úgy tudom, hogy valamiféle együttműködést indítanak a Csurgóval, ugye, ami közel van hozzá földrajzilag, és ott első osztályú csapat van. Tóth közben, jó bejátszás sajnos, és ott a gól, az ellenfél 22-es számú játékos előtte, de nem sok idő van. Az egy jó bejátszás, 7 méteres, bizony szép volt. Nagyon jó játék volt, nagyon szépen vált el a beálló az emberétől, és irányítónk pedig remekül látta meg a lehetőséget. Egyébként Balog lőtte az előző gólját a nagykanizsai csapatnak. Ott a gól, szép. Bádár. Bocsánat, Auer, elnézést. Majd Tamás itt mindig megbögdös, ha rosszul mondom a neveket, mert ahogy a kedves nézők, én is először látom ezt a csapatot, és a hölgyeknél, ahogy szokás mondani, már járásról felismerünk bárkit, a fiúknál még nyilván néhány meccsnek el kell leheztelni. 3 kiváló beálló játékosa van a budai farkasoknak, ezért a 88-as számú Géci Áron is beálló. Ő kezdett irányítóban, neki kell majd berendeződni a falba 2 beállós játékra. Tegnapi edzésen ezt gyakorolták a játékosok. Nagy. Fölugrik. Szétforgácsolja a kapufát. Pádár szerzi meg a labdát. Szövérfi már. Ráviszi a falra. Kipördül Pádár kezéből, és elképesztő tempóban fordulnak a sárga mezesek. Egy jó lövőcsel, és egy szép gól Tóth második találatával. 5-3 a Nagy Kanizsának. Szövérfi. Pádár. Géci. Waller a 88-as számú Géci Áron befut, ugye beálló játékos. Igen, amit mondtál, a 2 beállós igen. Játék már megy is. Szövérfi. Rádár. Ott valami történt, ketten is a földön. A játékvezetők egy sárga lappal honorálják a védő játékos nagy igyekezetét. Az ellenfél 14-ese Hári Kristóf kapta ezt a sárga lapot. Egyébként közben kiderült, hogy nem a 14-es, hanem a 28-as Nagy kapta a sárgát. Hát az 2x14. Szövérfi, Pádár, Waller, vissza. Talajról egy átlövés, óriási kapufa, de visszaszerezzük, mehet tovább. Ott a lelátóra sétált föl egy hölgy, talán neki ment ez a labda most éppen. Nagy, hát az nem lesz, nem, így nem. Gyimesi vissza Tóthnak. Auer lép ki rá. Elég idegesen kezdtek a csapatok. Nem ismerik egymást. Sokat változott idén az NB1-B mezőnye, sok csapat, illetve játékos keret kicserélődött. Nem nagyon tudja senki felmérni, hogy milyenek lesznek az erőviszonyok. Nyilván mind a két csapatnak az elsődleges célja biztos bennmaradás ebben az évben. Azt gondolom, hogy ez a tét nyomja őket, hogy itt rögtön a második fordulóban egy nagyon fontos mérkőzést játszanak. Azt a mindenit, mekkora védekezés volt. Ettől függetlenül Zitzer sajnos, és bent is van. Bazsó Péter a gólszerző. 6-3 az ellenfél javára. Szövérfi, Pádár, Géci. Egyelőre még ott azt látom, hogy a fal ellen nem nagyon találjuk a játékunkat. Hát igen, testsúly kilogramban azt hiszem, hogy kicsit kevesebbek vagyunk, tehát muszáj lesz gyors gólokat szereznünk. Szövérfi. Ő az egyetlen, aki föl tud ugrani olyan magasra, de Balog sajnos nagyszerűen ért le oda és hárított. Nagy. Gyimesi.
Jó védekezés. Ezt a mindenit mekkora bejátszás volt. Balog második gólja. Egyelőre sajnos a Nagykani zsakarata érvényesül. Na most itt lesz a gólunk. Úgy is van. Bravo. Csapó Levente, szintén tatabányai játékos. Volt tatabányai játékos. Nimesi. Volt egy védés, ez kellett. Még akkor is, hogyha ettől függetlenül maradt az ellenfélnél a labda. Jön az első törlés, ha minden igaz. Ha jön valaki, aki törölni is akar. Közben a meccs előtt mondtál valamit a kapusunkról, amit érdemes tudni. A Merkovszki Pali részese volt augusztusban, Horvátországban volt egy junior Európa bajnokság, és ő volt az egyik kapusa a magyar csapatnak. Hogy végeztünk egyébként? Nem nyertük meg, meggondolkozott. Nem, azt hiszem egy gólon múlt, hogy nem jutottunk a legjobb nyolc közé. Azt hiszem 9-ek vagy 10-ek lettünk, de kiharcoltuk a jövő évi világbajnokságon való részvétel jogát, ami a célja volt a csapatnak. Múlt héten a Szászhalombatta ellen Pali nagyszerűen védett. Gyakorlatilag alig-alig tudtak neki gólt lőni. Ha már ezt szóba hozod, ugye ez már a második forduló az NB1-B és férfi felnőtt bajnokság nyugati csoportjában, és az első fordulóban a budai Farkasok, tehát a budaörsi csapat 37-17-re, ha jól emlékszem, igen, megverte a Szászhalombatta gárdáját. Tehát jó rajtot vettek a fiúk, Szövérfi. De a szélre, és egy újabb kapufa. Ez már a második vagy harmadik kapufán, kicsit sok lesz. Egy gyors gól a másik oldalon. Kovacsics. Ugye, ezelőtt a mérkőzés előtt rendezték a női NB1-es találkozót, a Fradi volt az ellenfél, egy Kovacsics ott is játszott még hozzá nagyszerűen, ő Kovacsics Anikó, és most 8-4-nél úgy dönt Fülöp Péter, hogy időt kér. Te most mit mondanál, Tamás, a srácoknak? Meg kell nyugodniuk a fiúknak, és azt hiszem védekezésben sokkal inkább kell elővételezni ezeket a helyzeteket. Tudatos, rögzített játékhelyzeteket játszik a Nagy Kanizsa. Ezeket meg kell tudni akadályozni, olvasni kéne többet a játékot. Picit úgy érzem, meg vagyunk illetődve. Ennél több kell ugye kíváncsiak voltunk, hogy az elmúlt heti 20 gólos siker után milyen lesz ez az ellenfél, de azért az ellenfél lényegesen jobb, mint a Szászhalombatta. Azt gondolom, hogy a budai Farkasoknak maximumot kell ahhoz nyújtani, hogy egy szoros eredményt tudjon elérni a mai mérkőzésen. Továbbra is abban bízom, hogy esetleg fizikálisan egy idő után fölé tudunk kerekedni, bár azt akkor tudjuk megvalósítani, hogyha ez a különbség nem nő tovább, sőt inkább csökkenteni tudjuk. 9 perc 12 másodperc telt el a mérkőzésből, hogy a képernyőn is láthatják, 4 góllal vezet a Nagy Kanizsa csapata, Tungstram Nagy Kanizsa, ez a pontos nevük. 9 perc alatt a kapott 8 gól, az sajnos nagyon sok. Hát ennyit nem... Szövérfi, Csapó, Pádár. Géci, úgy a fejbe lőtt ott valakit, azt hiszem meg is kell állni, mert az ott egy K.O. középen, de egy kemény fejű a fiú. Igen, célszerűbb tenyérrel blokkolni, mint arccal, de hát most az utóbbi történt meg. Marad nálunk a labda. 27-esre Tarjányi. Glózik Balázs. Igen? Akkor rosszul írtam föl. Mondd légy a nevét. Glózik Balázs. Glózik. Glózik Balázs, már tavaly is ebben a csapatban játszott. Most van nála a labda, egy átlövés. Oda szép nagy gól volt. Glózik tehát a gólszerző, egy klasszikus átlövés a szaggatottról fölugorva. Jó nagy találat volt, és kellett is. 10 perc után így 8-5. Nagy. Nagy Kanizsa próbálja lassítani a játéknak ezt a fázisát, itt próbálnak pihenni. Tóth. A kérdés, hogy... De nagy védés volt! Kapus cseréltünk, ha jól látom, ugye? 33-as. Kapusi Levente van a kapuban.
No man ezt Omen. Géci. Jó lenne most góra váltani megint ezt az akciót, és akkor közelkoznánk kettőre. Glózik. Pádár. Szövérfi. Csapó. Az egy nagy gól. Bravo, Szövérfi. Ő is felugrott messziről, talán még a szaggatott mögül, és védhetetlenül vágta a hálóba. Igen, ez lett a fegyver, hogy az utolsó pillanatban a lövés előtt ritmusváltásokat teszünk, és remélhetőleg erre késve fognak reagálni a védők. És hát a kapus is most rossz oldalra ment, ő is alaposan benne volt ebben a gólban. Nyimesi. Tóth. Ugyan! Kapus újabb védése! Bravo! Szövérfi, Pádár, gyerünk gyerekek, lehet, hogy most kell. Lózik, jó a blokk sajnos. Hoppá, egy 2 perces kiállítás lesz talán. Így van, Lózik kapja. Ez sajnos, már ahogy előtte, ott be kellett volna vinni egy zicsert lőni, mert az fegyelmezetlenség volt, ahogy előtte, és utána tetézte a hibáját azzal, hogy letépte sajnos. Egyébként lefele jövető is bólintott egyet, hogy hát igen, ez az első emberhátrányunk a mérkőzésem. Sajnos Balázs hajlamos elveszíteni a fejét. Túl pörög egy kicsit, de ez fontos akció lett volna, hogy esetleg megtörjük az előnyüket. Igen, mert hogyha ez bement volna, akkor csak egy lett volna a különbség. Most viszont nézzük a dolog jó oldalát, gyakorolhatjuk az emberhátrányos védekezést. Tolt. Gyimesi. Úgy van, egy nagy... Belül védekezés mutatnak, de hát szerintem, hogy olyan 1 méterrel kívül kezdett el röpül, na mindegy. Biztos, hogy nem volt az. Egyrészt, másrészt ember hátrányba azért ilyet nem szoktak. Hátrányban lévő csapat ellen ítélni, még hogyha határeset sem, de én is úgy gondolom, hogy ez még csak határeset sem volt. Tisztán tudta előni a játékos a labdát. Gazdag Tibor fogja elvégezni 13-as számmal a mérkőzés első büntetőjét. Tavaly ő még az NB1-es csurgóban játszott. Be is lövő. És így lett egy helyet 3, és ráadásul hátrányba támadunk. Patkós jön be a mieinknél, ugye nincs ember a kapunkban most. Péter egyébként veszprémi nevelés. Itt az NB1B-ben játszik amúgy a Telekom Veszprém U21-es csapata, vagy a Balatonfüred U21-es csapata is. Pádár, Szövérfi. Lehet, hogy kéne egy szabad dobás lassan. Patkóstól be középre Pádárnak. Úgy van! Ember hátrányos gól, bravo! Pádár. Ez volt az első gólja. És 38 másodperc múlva kiegészülünk. Eddig egészen jól húztuk ki ezt az ember hátrányt. Most már csak ezt az akciót kéne kivédekezni, és akkor elégedett lennék. Tóth! Az sajnos úgy zic... Apa. Ez az volt valóban. Igen. Tulajdonképpen az egyetlen lehetőséget választotta a védő, de hát most tényleg egy 0,5 méterrel belül. Igen, Csapó Levente túlságosan korán információt adott a balátlövőnek, de nem esélyesen volt visszaérni. Na nézzük, gólgazdag lesz-e a 7 méteres lövőgazdag. Másodszor áll oda a büntetőhöz. Ugyanoda lövi. Kapus készült egyébként rá, de annyira nagy erővel ott a labdában, hogy nem tudott odaérni. Viszont ebben a pillanatban kiegészült a csapatunk. Glózik, Pádár, Szivérfi. Csapó. 3 gólos nagykanizsai vezetés. A félidő fele telik el hamarosan. Géci. Egy olyan kínai figurát szerettünk volna, de ez most nem jött össze. Nagy, Tóth. Ami nagyobb baj, hogy ott az ígyszer.
elrontjuk és aztán nem érünk vissza. Balogh harmadik gólja volt már ez. Hoppá, csattantott egy pofon, mehet tovább, már hogy szabáddobás természetesen lesz. Nagy mutatja, hogy ő nem is ütött olyan nagyot. Áll az óra, törlés következik. Egyelőre úgy tűnik, hogy túlizguljuk a mérkőzést. Minden magabiztosabbnak kéne lennünk a pont nekünk a hazai pályán. És Nagy Kanizsa tűnik magabiztosnak, gyakorlatilag szinte mindent sikerült megvalósítaniuk eddig, amit szerettek volna. Igen, őszintén szóval én ebbe bízom, hogy amiben persze semmi szakmaiság nincs, de hát én csak egy riporter vagyok, hogy eddig minden sikerült nekik, amit csináltak, ez csak nem mehet végig a meccsen. Remélj, bízunk ebben. Zalai van benne a mieinknél a pályán most ott szélen. Glóziktól be középre Pádárhoz, aztán Szövérfi és Csapó. Most egybeállónk van Géci. Csapó. Glózik. Kikilépnek a falból. Glózik. Kifele kellett volna menni. Szerintem mindjárt fölteszik majd a kezüket, megtörtént ebben a pillanatban. Még hatot passzolhatunk ilyenkor. Zalai, mindjárt letelik, el kell dobni. Úgy van, bravo Glózik. Az a probléma, hogy nem egészen azt csinálják a játékosok a pályán, amit a Fülöp Péter edző kér tőlük. 11-8 ezzel, mindenesetre Glózik második gólja volt, már három lehetőségből kettőt gólra váltott. Tóth, Gyimesi. Nagy. Tóth nézelődik, de jól zárad középen az a fiú. Igen, hát az egy jó védekezés, bocsánat. Ez egy szabálytalan zárás volt egyébként, mert nem volt függőlegesen a törzse, tehát kitolta a fenekét, azt el kellett volna venni szabálytalan zárásért. Nozák soha nem vették el, úgyhogy így viszont nagyon jó zárás volt. Igen. Hári 14-essel, nem tudjuk, hogy mekkora mesélő. Megint törlés volt, és ezért áll a játék egy kis időre. Gyimesi. Az elején lőtt egy nagy gólt, azóta hál' Istennek nem nagyon jut lövéshez. Tóth vissza középre az irányítónak, Nagynak, akik időnként helyet cserélnek ott középen. Tóth. Lábon lövi Gécit. Az szabálytalanság, hogyha a támaszkodó lábát lövik el? Hát a láb igen, tehát az a, sajnos ez a... Tehát nincs vétlen láb. Nincs. Gyimesi. Nagy, Tóth. El fogja lőni, nagy gólt. Ez már a harmadik gólja. Neki kellett volna érni rá. Megvan még, Csapó, Pádár, az belemenésnek le fogják fújni. És egyel kevesebben vagyunk, mert nem ért még vissza Pádár, így aztán ott a rés, és ott a gól. Kapusunk nagyon hamar leült, Bazsó Péter. 13-8, hát ez már komoly különbség sajnos. Patkos jön be újra, 66-ossal. Igen, sok a fegyelmezetlenség. Ezt lehet, hogy túl lelkesedünk bizonyos helyzeteken, de sokkal nagyobb koncentrációval kéne játszani. Rózé. Most Patkos irányítóban van, Csapó. Szövérti vissza Csapónak, illetve Patkosnak. Az még lehet is jó, bizony? Á, Zalai! Pedig szépen húztuk le most a szélre, ez egy jól látható, tudatos akció volt. Hoppá! Az a miénk kell, hogy legyen. Á, ez sem a miénk, nagy. Hiba-hiba hátán sajnos. És ezzel 14-8. Fülöp Péter a kapust korholja. Aki elnézést kér. Megkirapta középre a labdát, és nem volt ott beálló. Igen, az
egyik sportágban sem jó, a középre jön ki a játékszer a kapussal, legyen kézilabda vagy hoki mondjuk. Kövérti, győzik. Azt a mindenségét. Sok köze nem volt a kapusnak hozzá, de sajnos mellé surran. Az a helyzet, Péter, hogy, vagy Tamás, bocsánat, hogy csak mindig Fülöp Péter ül mellettem, úgyhogy már automatikusan fételeztem, hogy én azt látom, hogy igazából egyelőre működni csak az működik nálunk, hogyha átlövünk. Nagyon nem akar már sikerülni. Vagy rohannunk kéne, de akkor tudnánk rohanni, hogyha jobban védekeznénk, illetve türelmetlenek vagyunk támadásban. A 7 méteres. Sajnos nagyon sok olyan hibával játszunk, amivel nem szabadna. Újabb büntető, gazdag már jön harmadszor elvégezni. És kapus cserélünk. Valószínűleg csak a 7 méteres idejére. Nem emlékszem pontosan az eredményre, de közel annyi gólt fog lőni a Nagykanizs az első fél időben, amennyit összesen lőtt múlt héten a Tatának. Ja, hogy múlt héten, azt majd megnézzük meg. Gazdag. És Molnárt is be tudja csapni. Ahogy hallhatták, ő még tavaly a Csurgó NB1-es csapatában játszott. Hát minden esetre nagyon megbízhatóan lövi a büntetőket. Csak szabad dobás és egy sárga lap. Hát ez 7 méteres volt. Igen. Bécsi Ádám kapta a sárgát. Győzik. Ez micsodát, a levegőbe ellökték egy méterre. Ez a két gyerek annyi butaságot fúj. És most Fülöp Péter kap egy sárga lapot. Nem értem, hát tényleg nem értem. Nem egyformán ítélik meg, mert egyszerűen... ugye itt előbb pont beszéltünk egy zárásról. Igen, egy szabálytalan. Mit mondtam, egy szabálytalan. Ráadásul 15-8 semmi nem indokolja, hogy ilyen ítéletek legyenek. Hát nem. Röpült a levegőben, hátulról meglökték, és ők dobnak szabadon. Mindig ez ad okot félreértés, hogy az egyik oldalon másképp ítélik meg ugyanazt a nagyon hasonló szituációt, mint a másikon. És nagyon nehéz a csapatoknak ahhoz igazodni, mert kiszámíthatatlanná teszi a játékvezetést. Egyébként Héja Ádám és Kónya Balázs fújják a meccset. Ez nagyon szép bejátszott. Rá ezt akartam, hogy rajta állt a vonalon. Ezt most észrevették. Patkos. Szövérti. Patkos. Ám mindenségét. Pedig a nehezét már megcsinálta. Tóth. Villámlábú. Valannak. Hihetetlen. Ezt mondom, most tényleg minden sikerül nekik. Hári. És ezzel 16-8, dupla annyi góljuk van mind nekünk. Ez már egy nagyon komoly különbség, még akkor is, hogyha még az első félidőből is van majdnem 8,5 perc, plusz a második játékrész. Glózik. Patkos, Szövérfi. Szövérfi nem lövi el, mindig elmegy, és utána talán néha felugorhatna, jó magas játékos. Glózik, Szövérfi. Géci tűnik el ott közben a falban. Ez is kiállítás szerintem. Ez most meg is van ez a kiállítás. Balognak kell lemenni a pályáról. No, ember előnyben vagyunk, kezdjünk el felzárkózni. Ez baj lenne, hogyha korán hitetlenné válnánk, mert azért még nagyon sok idő van a mérkőzésből. Pontosan megmutatják, hogy hol kell törölni a kanizsaiak. Ezzel is egy kis levegőhöz jutnak, fújhatnak a két perces ember hátrány előtt. Géci kezében a labda. Patkós, Szövérfi, Csapó, Glózik. Szövérfi lövőhelyzet, úgy van. Na, pont az előbb mondtam, hogy fölugorhatna. Meg is tette. És nagyon gyorsan
nem egész 20 másodperc alatt kihasználtuk ezt az emberelőnyt, de remélem, hogy az erőt ad. Patkós most kijön, és labdát szerint Zalait lerántják, ez egy újabb kiállítás lesz. Az ellenfél 7 méterre Kovacsicsnak kell lemennie, és... Igen, nem volt, a 7 méteres. Igen. De ott is áll a bíró, úgyhogy szerintem igen, igen. Az lesz. De mondjuk maguktól nem jutott volna eszükbe, tehát kellett segíteni nekik, hogy ez lesz az ítélet. Fiatalok még. Szövérfi az előbb akcióból lőtt, egy nagyon szép volt, jó lenne, ha most 7 méteresből is sikerülne neki. Sikerül. 4 gólos ezzel Szabolcs, és 2-es ember előnyben vagyunk. 1 perc 20 másodpercig még. Tóth, gazdag. Na talán ez hitet ad most nekünk ahhoz, hogy még mindig van keresnivalónk. Bécsi, Hári, gazdag. Az rossz volt. Marad náluk a labda. Nem kapkodják el. Igen, mert ezt azonnal passzívot kéne ítélni, mert szándékosan hátráltatják a... Igen. Gazdag. Fönn is a bírók keze. El kell lőni Bécsinek. Azt hiszem. Hú, Géci mekkorát védekezett, csak az a baj, hogy kiállítják érte. De hát nem volt... Nem talált el az arcát. Én sajnos Áron is hajlamos arra, hogy... És szemtől szembe állt a két játékos. Na mindegy. Egy ember hátrány ezzel oda, illetve ember előny. Ott. Hopp, az lépéshiba volt. Gazdag. Jó, bejátszás, szép gól. Beállójuk, Hári második találat. Ember hátrányos gól tehát. Zalai. És még 30 másodpercig vagyunk. Úgy van, Patkós. Ők 20 másodperc múlva kiegészülnek, akkor még 1 perc ember hátrányunk lesz nekünk. 5,5 perc van még az első félidőből. Balogh 22-essel. Ugye lehozták a kapusokat, tehát most mezőnyben egyel többen ott. Gazdag. Szép. Gazdag bebizonyítja, hogy nem csak 7 méteresből tud gólt lőni, hanem szélről is. Ember hátrányban vagyunk 46 másodpercig. Sajnos nem tudtunk hozzájuk közelebb kerülni. Sajnos nem. Csapó, Szövérfi, Patkós, Glózik. Megnyitják a falukat védekezésben. Jó bejátsz, ám minden itt. Nagyon jó bejátszás volt, de sajnos dadogott ott az a labda. Nem vették észre, hogy üres a kapunk, legalább ezt megköszönhetjük. Még 14 másodpercig az ember hátrány. Tóth. Nem kapkodnak. Gazdag valahogy nagyon üresen maradtak, de hát ember hátrányban vagyunk. Gazdag 5 gólos, ő a legeredményesebb a mezőnyben. És ezzel 19-11, újra 8 gól a különbség. Jó lenne itt a végén legalább mondjuk 6-ra lecsökkenteni. Patkós. Glózik. És ketten is kint vannak a falukból védekezésnél. Szövérfi, Patkós. 1-2 perces kiállítás lesz most ebből. Hát reméljük. Nagyon csodálkoznak rajta, de megvan. Más sportágat választott a fiatalember. Azt hiszem a judóban van ez a hátraesés nevű figura. Ki is a mi 38-asunk? Gyurisovics Árpád. Ő van most beállóban. Szövérfi. Gyurisovicsnak rossz a bejátszás.
És így jöhet az ellenfél. Hát hihetetlen ember hátrányban vannak, és rohannak bennünket. Bazsó. Azért erre figyelni kéne. Gózik. Patkós. Sajnos rengeteg hibával játszunk. Mert például ez a bejátszás sem volt jó, de most megkönnyörültek rajtunk. Patkós. Gyuri Sovics, az jó, szép volt. Harmadszor játszottak rá a labdát, mióta benn van, és most ezt be is lőtte. Ugye egyszer nem találták el, egyszer kipördült a kezéből, ez most gól volt. Mint a mesében, gól volt, gól nem volt. Egy perc még az ember előnyünkből, és három az első fél időből. Bécsi. Nagy. Toljuk egyelőre kifelé őket. Tóth, azt a mindenséget. Erre szokták mondani, hogy ez az övé. Talajról, futtából, pipába védhetetlen. Hát azért a kapusnak számítani kellett volna, mert az ő oldala volt. Patkós gólja. Én 20 évet álltam a kapuban, igaz, más sportágban, úgyhogy én megértőbb vagyok nálad. Én ezt védhetetlennek láttam. Jó, ha ott áll, akkor talán. Három lépésből lőtte, oldalt volt a keze a játékosnak, és oda lőtt a labdát, ahol a keze volt. Tehát ezt a kapusnak elővételezni kellett volna, hogy nem tud más lőni. Ráadásul félmagas volt, amit elméltek a legkönnyebb. Hát félmagas fölött volt, az majdnem a pipába ment. Majd megnézzük a sításba. Egy kettőperces kiállítás nálunk, messzhúzásért csapó. Nem hagyják, hogy sokáig ember előnyben legyünk, ami azt illeti. Rosszul játszunk, de ez a két fiatal ember se lesz a szívem csücske gyökere ága. Igen, ők nálunk is gyengébbek. Igen. Tóth. Ők már kiegészültek, mi pedig pár másodpercig leszünk csak meg a félidő végén. Az egy támadó falt is lehetett volna. Tóth. Le a szélre Gazdagnak. Gazdag hat gólos, Zalai maradt le ott róla. De teljesen egyértelmű volt, hogy ez a szándékuk harmadszor, ezt elővételezni kellett volna már a védekezésünknek. Hát azért Gazdagnak minden mozdulatán látszik még a közeli NB1-es múlt. Hát így van, ezért pont őt nem szabadna hagyni kapura lőni. Szövérfi. Mi pedig meglőjük a negyedik kapufánkat. Hamarosan belépünk, egészen pontosan most az utolsó percbe, az első fél időben Tóth. Gyuri Sovics közben finoman arrébb teszi ott az emberét, nagy gól. Az a baj, hogyha nem lépünk ki rá és hagyjuk lőni, akkor belövük. 10 gólos különbség. Patkós! Jól van. Patkós 3 gólos. Gazdag nagyon megverte az emberét. Mint egy kedélyes vasárnap délutáni lövész ünnepségen potyognak a gólok. Van még 20 másodperc, 10-zel vezet a Nagy Kanizsa Tungsra. Gyuri Sovics, az 7-es kell, hogy legyen, úgy is van. Ez és egy 2 perces kiállítás, lenni, és úgy van. Meg is van. Balog másodszor megy ki már. Miklós a kapuban. Lehet, hogy csak a 7 méteresre, illetve 14 másodperc van. Lehet, hogy a fél idő végéig. Patkós nagyon könnyedén lövi be. Ezt a 10 másodpercet húzzuk ki, és akkor legalább 10-en belül leszünk a fél időben. Üres kapu! Ja nem, ott van Miklós, bocsánat. Csak reménykedtem. 15-24, tehát a fél időben
Miben bízhatunk Tamás a második játék részre? Hogy 10 gólt dobunk és csak egyet se, mert akkor egy jel nyerünk. Hát nagyot kéne javulnunk a helyzetek kihasználásában, és elsősorban a védekezésben, a játék olvasásában. Valamint azért a kapus teljesítménynek is javulni kell. Magyarul nyugodtan elmondhatjuk, hogy minden játék részben javulnunk kell, bár így az első fél idő alapján azt látom, hogy azért egyéni képességek alapján lehet, hogy ez a Nagy Kanizsa jobb játékerőt képvisel. Kíváncsian várom a második fél időt, hogy ezt a tempót bírni fogják-e. Nem nagyon cseréltek, lehet, hogy nekik nincs nagyon második soruk, míg a mieinknek van. Talán ez lehet a különbség. A probléma az, hogy a 9 gól az nagyon sok, azt nagyon nehéz lesz kiegyenlíteni. Na akkor meglátjuk, mi történik, hamarosan jövünk a második fél idővel. A csapatok már készen állnak a folytatásra. Budai Farkasok, Budaörs, Nagykanizsai Tungsram 15-24. Hát kemény lesz, de hát erre szokták mondani, hogy nagy kihívás, szép feladat. Egyelőre kapus nélkül az ellenfél, még 1-43-ig ember előnyben vagyunk. Gyimesi. Volt csere a nagykanizsai csapatnál, a többi között hármassal benn van Vadász, ő végig melegítette a szünetet, illetőleg 36-ossal Bándi. Géci szabálytalankodott a lövőjátékossal, egyébként hozzánk akkor se lett volna gól, ha nem nyúl hozzá. Még 1 perc 10 az ember előnyünkből. Tud. De szép bejátszás volt, de hát nagyjából... Tehát, ha a másik oldalon ezt szabálytalan zárásnak minősítették, 2 ember takarított el a beálló. Grózik. Esetre ember hátrányos gólt lőtt most a Nagy Ganizsa. Patkós. Pádár. Grózik. Az is egy 2 perces kiállítás lesz most. Ugyanazt magyarázza Hári, hogy őt bántották, de hát ő volt az egyetlen itt, aki bántott most valakit. Aztán összepacsiznak Gécivel. Ez legalább szép jelenet volt. Vadász le, tolt be. Ez azt jelenti, hogy 40 másodpercig még 2 ember előnyben vagyunk. Ez jó lenne tényleg kihasználni most. Géci, Patkós, Glózik. Zalai, Zicser! Ott zárta előtte a kapus, a szöget, Zalai pedig telibelőtte, hogy Egri Viktor mondta egyszer egy közvetítésnél, ez így csak akkor lett volna gól, ha előtte lyukat beszél a hasába, de hát nem tette. Bándi. Nagy. 2 ember előnyben vagyunk, most mindenki kijön mindenkire gyakorlatilag, gazdag. Bándi. Vigyázzunk ott, nehogy 2 ember előnyből gólt kapjunk. Na, ezt megúsztuk most. Nem sokan múlott, Glózik. Patkós. Azt a mindenit, Bándi, hogy nyújt bele. Hát ezt azért nem értem, mert szerintem, na mindegy, szerintem a milyen lett volna a labda. Ütötte ki. Oldalbedobásra kellett volna jönnünk, erre ők lőttek volt. Patkós közben belövi az 5. találatát. Még mondtam is, hogy Bándi milyen szépen nyúlik ki és üti ki a labdát. Aztán miután kiütötte a labdát, be is dobta. Érdekes. Erősen NB1-B-s bírópáros. Bándi, az viszont szép játék volt. És a védekezés hiba sajnos. Győzik. Patkos. Akkor, ahogy az előbb volt, most kiütötték, tehát ők jönnek. Ja nem, azért nincs mindig. Zalai. Grózik. Közben Patkos kapott Fülöp Pétertől még egy kis utasítást. Pádár. Zalai. Jó ablok sajnos. Tóth. Sajnos továbbra is rendkívül fegyelmezetlenül játszunk. Nem hajtják végre a játékosok az edzői utasításokat. Gyimesi. Tóth. Vadász jön be most oda középre.
abszolút nem kapkodnak, holott már megvannak. Hát vezetnek 11-el, hova rohanjanak, gazdag. A legeredményesebb a mezőnyben. Pedig jó magasra felugrott Bándi, de hát azért annyira magasra ő sem tud felugrani. Hatkós, jó bejátszás, Géci! Jól van, ő nem lőtte hasba a kapust, hanem megvárta, hogy hova megy a hálóőr. Nem adta meg a játékvezetőn. Nem adta meg. Vonalat fújta, ítélt a játékvezető. Hát megvárta, hogy a nagykanizsaiak hogy ítélik meg ezt a gólt, és utána nem adta meg, elég sokat kivárt. Én már húztam a strigulát, nem is láttam, hogy kifelé mutogat. Gyimesi, az szép gól. Gyimes már az első fél időben is bizonyította egyszer, hogy tud lőni messziről. Rózik. Nem volt egy jó lövés sajnos. Gazdagnak az hosszú. Pádár, Rózik, Patkós. Megint másodszor vetődött már bele oda a keresztlabdába Tóth. Pádár. Gazdagot fogják talán kiállítani, nem csak lefújják, hogy törlés következzen. A hányadik kiállítás a mérkőzésen? Mégis lett kiállítás? Igen. Igen. Sokadik. Elnézést kér Pádártól. Csak az a baj, hogy eddig olyan nagyon sokat nem tudtunk kezdeni az ember előnyeinkkel, de hát ha most igen. És akkor egyszer már bekonferáltam, hogy Tarjányi Dávid, valószínűleg most 87-essel tényleg ő van a pályán. Géci, úgy van. Géci most másodszor váltja a lehetőséget. Kóra igaz, hogy az előzőt nem adták meg. Lehozzák a kapust, Kovacsics jön be. Tóth, Gyimesi, Tóthra most kijön Pádár, az irányítót megpróbáljuk kivenni a játékból. Vadász, hát gondol egyet, beviszi, mi meghagyjuk. Pedig többen voltunk ott. Tarjányi, Zalai, Pádár, Glózik, az jó le a szélre, úgy van, szépen csapat. Bocsánat, majdnem elvettem a gólt Matuszkától. Lecsapóztam, de aztán rájöttem, hogy nem 98, hanem 89. Úgyhogy egy budaörsi fiatalember lőtte az előző gólt. Ez pedig Pádár. Pádár 29-19, 6 és fél perc telt el, és még 18 másodpercig vagyunk emberelőnyben. Gyimesi, Vadász. Én azt gondolom, hogy még mindig lenne keresnivalónk, csak sokkal fegyelmezettebbnek kéne lennünk, és nagy mértékben javulni a védekezés keménységének. És itt a második fél időben nem érzem ők rajtuk se, hogy annyira pengén játszanának, mint az elsőben. Lehet, hogy egy picit kezdenek fáradni. Igaz, hogy többenben vannak azok közül, akik nem játszottak az első fél időben. Például Vadász, aki most lőtt, jó volt a blokk. Kicsit kiszaladt ott a levegő. Tarjányiból. Géci nyújt neki első segélyt. Kovacsics. Tóth. Gyimesi. Vadász. Fönn a bírók keze. Úgy van. De már csak egy passzuk van. Nem, mert a kapus védett, újra kezdődik, nincs passzív játék. Bocsánat. Gyimesi. Tóth. Bravo. Ez most nagyon kellett ez a védés. Pádár.
Karjányi. Valeri. Kádár. Glózik. Szövérfi érkezik vissza a pályára a mieinknél. Tarjányi kéri, hogy törőjük meg egy picit a labdát, mert nedves. Közben kettőt is cserél az ellenfél. Nem biztos, hogy jó ötlet volt labdát töröltetni, mert... Mikkel? Bejöttek a... Tarjányi, Glózik. Matuszka. Valainak. Ja, nem ment le a szélre. Szövérfi ellépte. Azt hittem, hogy tovább húzzuk le egészen a széléig, aztán... Aztán javult a védekezésünk, kapus teljesítmény is van, de türelmetlenek vagyunk. Mindenképpen be akartuk fejezni ott a támadást, pedig egy kontrajáték ebből a helyzetből a másik oldalra súlypontváltással biztos, hogy eredményesebb lehetett volna. 19-esre Csalló van most bent az ellenfélnél, Tóth. Bécsi, Csalló. Vissza Tóthnak. A mindenségét. Nagy fájt volt ott. Szövérfit küldik le két percre az előző eset miatt. Hárit rántották egyéb, vagy vitték földre a mieink. Csalló, Tóth, Bécsi, Bándi. Nem kapkodnak emberelőnyben sem, aztán egy távoli lövés. Tóth óriási gólt, ez az ötödik találata. Glózik. Zalai. Géci. Kádár, Glózik. Szerintem azt akartam, hogy belépett ott a gyerek. Ezt most kiszúrták. Géci. Glózik. De szépen vitt. Legalább a miénk marad a labda, Matuszka. Ugye ő a budaörsi fiatalember, még két évig ifi, de most a felnőttben is játszik. Glózik. Őt egy újabb nagy kapufát, 45 másodpercig még előnyben vagyunk. Körlés lesz. És most ember előnyben is levisszük a kapusunkat. Bécsi közben beszállott törlőnek is. Na, Géci kezében a labda. Gyerünk gyerekek, lőjünk gólt. Tarjányi. Pádár. Glózik. Pádár. Beviszi. Szép. Pádár lőtte a miénk 20. gólját, de így is 10-zel vezet még az ellenfél, viszont még van 19,5 perc, tehát még bőven van lehetőség közelíteni. Csalló, Tóthnak. Vigyázzunk Tóthra, mert ő gondol egyet és lő. Hát könyörgöm, ember előnyben vagyunk és nem lépünk ki a lövőjátékosra. Hátrányban. Könyörgöm, ember hátrányban vagyunk és nem lépünk ki. És ráadásul már nem is volt, mert addigra pont lett. Nem, még benne, még volt. Még benne hát, volt? Pádár, Szövérfi.
Jogos szövérfi volt kiállítva. Gózik. Asszöp. Szövérfi. Ő is 5 gólos már. Ő és Patkós a két legeredményesebb a budai farkasok csapatában. 31-21. Tóth. Tóthra most olyannyira kilépünk, hogy külön őrizzük. Csalló. Bécsi. Bent volt. Vádár. Géci. Az szép. Többé-kevésbé, ha Géci labdát tud kapni ott, akkor az be is lövi. És most kér időt az ellenfél. Tamás, én kiírogattam, hogy kik játszanak itt az NB1B nyugati csoportjában, a mieinken kívül a Nekatát, a Nemzeti Kézilabda Akadémia, Vác, Tata, Balatonfüred, U21, Szigetszent Miklós, Pécs, Nagykanizsa, Veszprém, U21 és Százhalom, Batta. Hol lehet nekünk a helyünk ebben? Tudom, mondtad, hogy nagyon átalakultak a csapatok, de nyilván azért van ötleted. Hát nagy kérdőjel egyébként mindenkinek, abban bízunk, hogy egy biztos bemaradást ki tudunk harcolni. Mondjuk az olyan típusú mérkőzések, mint a mai, az biztos, hogy kéne ahhoz, hogy a pontokat gyűjtögessük. Én azt gondolom most, hogy lesz 4-5 csapat, aki között hajszál fog dönteni, hogy ki az, aki a végén bent tud maradni. Ki az, aki 2 vagy 3, aki kiesik. Jelen pillanatban még az sem eldöntött, hiszen elképzelhető, hogy egy elnökségi határozattal módosítják a versenykiírást. Jövőre szűkítik az NB1B létszámát. Hát elméletileg a 9. helyen kéne végeznünk a biztos bennmaradáshoz. Valószínűleg a Vác ki fog emelkedni, és ő megpróbál visszajutni az első osztályba. Én azt gondolom, a jelenlegi látottak alapján a Százhalom, Batta, az nem látom bennük az erőt, hogy bent tudjanak maradni. Az kérdés, hogy biztos, hogy a kiesés ellen kell majd küzdeni a budai farkasnak. Jelen pillanatban úgy látom, de hát rengeteg dologtól függ. Sérülések, hosszabb bajnokság, egészen a bajnokság elején vagyunk. Egy láb volt, igen. Egyébként ez nagyjából most a teljes csapat, tehát többé-kevésbé mindenki egészséges? Igen. Ez a teljes keret a farkasoknak. Többségében ez a csapat, vagy mondjuk 80%-ban, 75%-ban ez a csapat harcolta ki a feljutást az MB2-ből. Bándi gyűjti be. Ez mindig egy nehéz kérdés egy feljutó csapatnak, hogy azokkal vágjon nekik érzelmi okokból, akik kiharcolták, vagy igazoljon komolyabb játékerőt képviselő játékosokat a biztos bennmaradás érdekében. Ezt nagyon nehéz eldönteni, aki már volt ilyen helyzetben. Nyilván egy euforikus érzés egy bajnokságot megnyerni, és azáltal feljutni egy magasabb osztályba. Szép volt szövérfi. Igen, hát erre számítottam, hogy a második fél időben tudunk futni. A probléma továbbra is azt látom, hogy nagy a gólkülönbség, és tovább kéne a védekezésünknek a hatékonyságát növelni. Még mindig nem elveszett, bár nagyon, nagyon sok a 16 perc, a 8 gól különbség. Azt gondolom, hogyha 2-3 gól lett volna a fél időben a differencia, akkor ezt le tudtuk volna dolgozni. Ilyenkor érzelmileg sem egyszerű ezt feldolgozni, hogy gyakorlatilag nem szabad már hibázni se támadásban, se védekezésben. Gazdag. Az jó, szép védés. Csalló lövését fogtuk. Rózik, Pádár. Azt hiszem az 5. kapufánk, ha jól számolom. Úgy van, szövérfi megmentette. Ha az Gazdag begyűjti, akkor zicserig vihette volna. Géci. Pádár. Igen, ezeket a helyzeteket észre kéne venni. Teljesen egyedül volt a jobb szélső. Tehát nekünk futni kell mindenképpen, hiszen 15 perc van 8 gól. Zicserben volt a jobb szélső. Ugye azt ti is átéltétek, hogy milyen följutni az NB1-be, és most vegyél csapatot, vagy nem a női gárdával, és végül is tulajdonképpen akkor ilyen alig erősítéssel csinálta meg a Budaörs az első
NB1-es szezonját. Hát ott még nagyobb a különbség egyébként, és ugye azt kellett, hogy azért tudtuk bevállalni azt a szezont, mert előre a versenykiírásban jelezték, hogy nem lesz kieső. De nem is tudtunk volna, mert mire nekünk eldőlt május közepén, hogy feljutunk, gyakorlatilag már nem volt szabadon igazolható játékos. Az egyébként az első pillanattól, most mint szakmai vezetőt, igazgatót kérdezek, elhatározás volt, hogy a budaörsi csapat magyar játékosokkal játszik az NB1-ben? Hát az a legelső pillanattól, hogy egy tudatos építkezés volt az egész klub, ugye ez a 8. évünk, gyakorlatilag most kell egy következő 8-9 évre stratégiát meghatároznunk, de azokat, amiket meghatároztunk, elveket, filozófiákat, amentén haladtunk, nyilván bizonyos dolgok változtak, hiszen az állandóan dinamikusan változó világban nekünk is változtatni kellett, de azok az elvek, hogy magyar játékossal elsősorban fiatal magyar játékosoknak adunk lehetőséget, hetes. Azt nem változtattuk. Gécit egyre többször tudjuk játékba hozni, és kiállítás is van az ellenfélnél. Kis, aki nemrég állt be, már megy is ki. És az, hogy Zácsik Szandra ugye ma jelentették be pont emérkőzés előtt, hogy anyai örömök elénézés, ezért nem fog játszani, az mennyire földolgozható a csapatban? Nyilván nem így kezdődött a fölkészülés, hogy Szanit elveszítjük. Hát ugye az Attila, Mihály Attila vezető edzés szokta mondani, hogy a Szandra és a Földes Kata kiválásával 200 gólt vesztettünk el egy idényben. Azt gondolom, hogy ezt egyetlen csapat sem tudná könnyen viselni. Megpróbáljuk pótolni, a fiatalok több lehetőséget kapnak. A sorsolásunk sem volt szerencsés. Még az első mérkőzés jó lett volna Békés Csabán megnyerni. Az, hogy a többi mérkőzésen nem sikerült, az benne volt. Én azt gondolom, hogy kell egy vonalat húzni, tiszta lappal indulni, és innen nekiállni azoknak a nyerhető mérkőzéseknek, és a biztos bemaradást kiharcolni. Na. Labdaszerzés jól van, üres kapu, gól! Bravo! Kezdünk azért följönni, Waller a gólszerző. Igen, a játékvezetőknek passzív játékot kéne ítélni. Minden esetre a 12 gólos különbség felét már ledolgoztuk, és még majdnem egy fél-fél idő vissza van. Gyimesi, fönn a bíró keze, Csalló. Csalló újra. Úgy van, megvan a védés. Gazdag beleér, illetve Gyimes ért bele, bocsánat, Szövérfi. Le a szélre, az is benn van, Waller újra. Most egy percen belül két gólt lő, és 31-26. Hát igen, erre számítottam nagyjából. Hát csak kicsit kevesebb különbséggel a fél időbe. Kíváncsian várom, hogy a maradék időben mennyit tudunk ebből a hátrányból ledolgozni, hogy meddig tart ki ez a lendület. Gyimesi. Nem kéne kiállítani? Na nézzük! Ismét elég passzív jellegű a játék. Ön is a bírók keze. Szabad dobás. 7 méteres reklamálnak, hát nyilván nem volt az. És most egy 2 perces kiállítás nálunk Fülöp Péternél, ha jól látom. Most nem jött jókor. Nem kellett volna reklamálni, de teljesen jogos volt, mert ahogy a budai farkasoktól elvették szabálytalan zárásra, ennek a beállónak egyetlen szabályos megmozdulása nincsen. Visszakönyökölt, hátrafeküdt. Viszont kár érte, mert lendületben volt a csapat. Igen, mert ők már közben kiegészültek. Tóth, Balog. Gyimesi. Dántinak a szélem folyosója van. Jó van. És most a bravúr kell, hiába vagyunk ember hátrányban, gólt kell lőni. Igaz, hogy a kapusunk lejön, tehát
létszámban ott meg vagyunk, viszont nem szabad labdát veszteni. Pádár. Józik vissza. Szövérfi. Géci. Lózik. Szabad dobás. Ez nagyon fontos lenni, hogy góllal tudjuk ezt a támadást befejezni. Azt gondolom, hogy ha ezt góllal tudjuk befejezni, akkor belátható közelségbe kerül az ellenfél az utolsó 10 percre. Waller, Szövérfi. Lózik. Pádár. Onnan Waller nem tud betörni. És mindjárt fölteszik, fel is tették a kezüket. Lózik! Ahoy! Mekkora nagy gólt lőtt! Ez az, gyerekek, csináljuk tovább! Úgy kéne védekezni most, hogyha mindenképpen lő valaki a jobb szélsőnek, kéne talán kapura lőni. Úgy emlékszem, egy ifjúsági korú játékos, és ő ne lőjön, neki nem. Ez meg még jobb így, ez meg még jobb így. Pádár zicserig viheti, úgy van, Pádár belőli, és azonnal időt kér az ellenfél, de hát mit csináljon? Hiszen 12-vel is vezettek már, most pedig alig 3 a különbség, és van 11 perc még hátra. Most mit érzel, Tamás? Azt a 30 év tapasztalatot, azt létszik, most sűríts bele a következő 11 perc meglátására. Hát mindenképpen lélektani fölényben vagyunk, az idő az elegendő, hogy ledolgozzuk. Nagyon fontos, hogy fegyelmezettek legyünk, és ne vigyen el minket a hév. Annak ellen, hogy 3 a különbség, türelmesen kell játszanunk és kiválóan védekezni. Azt gondolom, hogy ha kiválóan fogunk védekezni, meg lesz mögötte az a kapus teljesítmény, ami megadja az alapot. Talán tudunk gyors gólokat is lőni. Szerintem most az a helyzet állt elő, hogy belátható közelségbe került a jó eredmény. Ez nagyon, nagyon fontos lenne, hogy ezt a támadását kivédekezzük a Nagy Kanizsának. Ugye 6 másodperc múlva kiegészülünk. Meglátjuk. Most aláírnál egy döntetlen? Nem. Nyerni szeretnénk. Na hajrá, gyerekek! Tóth, gazdag! Most kéne egy jobb szélsőt hagyjuk. Balognál talán ezt a labdát is el lehetett volna vinni. De legalább kiegészültünk közben. Balog. Tóth. Gyimesi. Na, a fenébe. Besurrant valahogy. Kárért tesz ki lehetett volna. Glózik. Hát mozgott az ember, könyörgöm. Akkor hogy lehet belemenni? Sajnos kiabálásait élnek a játékvezetők. Tolatott az ember, meg egy kicsit oldalra is mozgott, ez mitől belemenés. Na mindegy, 10 perc van pontosan. Viszont ezt az akciót most ki kell húzni kapott gól nélkül. Hári. Tóth. Az 2 perc lesz sajnos. Ezzel most nem tudok vitatkozni. Gazdagot rántotta le Waller. Gazdag beszaladt a szélről, valószínűleg kapott volna a labdát. Waller megállította. Hát igen, még mindig azért van esély, de ezt mondtam, hogyha nagyon nagy lesz a különbség, nehéz lesz feljönni. Ugye 12-ről gólos hátrányt ledolgoztunk 3 gólra, de hát persze 15 percet hibátlanul végigjátszani nagyon nehéz. Ez így van. Tóth. Úgy van. És most megint az van, mint az előbb, hogy ember hátrányból kell gólt. Az látszik, lőni. Hogy az ellenfél kulcsjátékosai elfáradtak. Igen, azok a pengés megoldásaik, amik voltak az első félidőben, már nyomokban sincsenek. Csak hát, ahogy mondod, elképesztő nagy volt a különbség. Igen, ezért kellett volna az elején sokkal keményebben védekezni, és szorosabb eredmény. Az szép! Glózik, ember hátrányból.
És ezzel újra 3 a különbség, és 1 perc 8 másodpercig vagyunk még hátrányban. Tóth Balog. Kétszer semmi nem volt, így van, és van induló ember, Zalai. Egyedül végig viheti, úgy van, Zalai. Az első gólja a mérkőzésen, de ennél jobb pillanatban alig ha lődhette volna. 32-30, és még van hátra 8,5 perc, és 40 másodperc múlva egészülünk ki. Kimesé. Csalló. Tóth már nincs is bent, annyira elfáradt az ellenfél legjobbja. Bándi, gondolom a végén még visszahozzák! Igen! Erre és Neukom Tamás minden vágya így teljesüljön, azt a szélsőt kell hagyni lőni. Lőtt. Fölzárkózhatunk egyetlen gólra. A csuda gondolta volna, mikor itt már a női bajnokságról kezdtünk el beszélgetni, hogy ez a meccs még ilyen izgalmas lesz a végén. Pádár, Grózik, Szövérti. Géci zárót! Úgy van! Géci nagyszerűen zárt! Rózik pedig nagyszerűen lőtt! 7,5 perc van hátra, egyetlen gól a különbség! És megvagyunk közben. Hári. Hopp, ez belemenés volt. Na, ilyet fújtak le odát belemenésnek. Itt most csak szabad dobás nekik. Kiállíthatod. Hári. Nagy. Csalló. Le a szélre, gazdag, nem tud bemenni. Fönn a bírók keze. Gyimesi el fogja dobni, Géci. Ajajajaj. Jó van, csak szabad dobás. Nagyon nagy lendületben volt Gyimesi, Géci meg. Jajajaj. Először azt hittem, hogy nem lesz kiállítás, mert csak sima szabad dobásról volt szó. Aztán utána Gécét mégis kizavarták. Nagy baj. Az előző ember hátrányt megnyertük egyébként. Most is kellene ugyanez a bravúr. Hát igen, csak abban az ember hátrány váron ott védekezett Géci Áron középen, de most hiányozni most fog. Most pont ő hiányzik onnan. Egyébként adhatónak éreztem ezt a kiállítást most, de akkor se jött jókor. Csalló, Gyimesi, le a szélre! Inkább most Csallónak kéne talán lőnie. Hát igen, őt nem szabad, hogy a beálló lőjön. Negyedik gólja Hárinak. És akkor azt mondom, amit az előző pár percben már sokszor, hogy emberhátrányban kell gólt lőnünk. Auer van most ott beállóban. Grózik. Pádár, aztán Szövérfi. Auer kimozog a falból. Akkor az is kiállítás, viszont így is van. Ez, igen, Gyimesi nem is vitatkozik. Gyakorlatilag ugyanaz volt, mint odát Gécinél. Meg kellett igen, ahogy az előző támadásra Nagykanizsa játékos rájátszott, most ugyanúgy a Budai Farkasok játékos is rájátszott. De hát, hogyha egyik oldalon megadták, akkor kénytelenek a másik oldalon, és most konzekvensen ítéltek a játékvezetők. 6 perc van még hátra, 2-vel vezet az ellenfél. Szövérti. Eddig ezt a fél időt 7-tel nyerjük, csak 9-el buktuk az előzőt sajnos. Zalainak le kell nyúlni a labdáért. Jaj. Sajnos ezt nem lett volna szabad ellőni, és nem oda. Ugye mi egészülünk ki majd hamarabb. Tehát most a nagykanizsaiak egyáltalán nem fognak kapkodni, és a csapat irányítója Tóth fújhatott egy 5 percet, most visszajön a végére. Csalló. Le a szélre. Tóth. Lassan föltelték, úgy is van. Csalló. Úgy van! Kellett ez a védés, jól van.
Auer indul, de... Most van 5 perc a mérkőzésből, és 2-vel vezet a Nagykanizsa. Mi 10 másodperc múlva kiegészülünk. Géci vállán már ott van Fülöp Péter keze. Kádár glózik le a szélre, az jó. Á, ide kár volt, hogy nem ment be. 4,5 perc. Az ember előnyből pedig fél. Jó kis infarktusos meccs lesz itt ez a végén. Igen, védekezni, gyors gólt szerezni, ez lett a megoldás. És most is azt gondolom, hogy a 19-es számú csallót kéne hagyni. Nehogy kiállítását, ezt nem hiszem el. Már akkor esett, amikor még hozzá se nyúlt. Hát sajnos azt kell mondani, ez fegyelmezetlen, és ilyen kiérezett helyzetbe várható volt, hogy ezt meg fogják ítélni a játékvezetők. Igen, mert tudhattam volna, hogy mindenért kiállít, tehát... Ja, Istenem, de gyakorlatilag itt az utolsó 10 percben, mióta följöttünk, csak ember hátrány van. Most már aláírnám a döntetlent. Hát igen, ez a kiállítás most nagyon nem jött jókor. Csalló. Tóth, vele vigyázzunk. Igen, és... Az gól. Bazsó Péter. Hát azt hiszem ezzel eldőlt. Kicsit sokan voltak a pályán. Ember hátrányban vagyunk, 3-mal vezet az ellenfél. Patkós jön vissza. Szövérkő. Zalai. Patkós. Auertől vissza a labda, Glózik. Úgy van. Glózikra nem lehet panasz. 6 gólos. Jó, a legeredményesebb a miénknél. 34-32 ezzel. Bazsó, Csalló. De még van pontosan 1 perc az ember hátrányunkból. Most is azt gondolom, hogy a 19-es csallót kéne megpróbálni, mert a többiek keze biztosabbnak látszik. Gazdan. Csalló. Tolt le. Ez belemenős volt. Igen. Na, végre valamit jól láttak. Szövérkő. Sajnos meg hátrányba vagyunk. Glózik. Igen, még 33 másodperc az ember hátrányból. A mérkőzésből pedig 2,5 perc és 2 góllal vezet az ellenfél. Láttunk már kézilabdában olyat, hogy 2,5 perc alatt ledolgoztak ekkora hátrányt. Hatuszka. Patkós, Szövérkő. Glózik. Patkós. Szövérkő. Az is kiállítás. Tőlünk ezért szokott kiállítani. Törlés lesz. Na, hát akkor a hősök utolsó nagy harcba indulása. Glózik. Kiegészültünk. Szövérkő. Auer. Glózik. Úgy van. Glózik 7. gólja. Rajta aztán tényleg nem múlik semmi. 34-33. Ha ezt az akciót ki tudjuk védekezni, akkor minden történhet. Minden megtörténhet. Ha nem tudjuk kivédekezni, akkor nagy bajban leszünk. Majd Csalló, Hári, Tóth. Lassan föl kéne tenni a kezet, mert nagyon nem csinálnak semmit. Auer. 1 perc, 13 másodperc. Fönn a bírók keze, Tóth.
Szövérfi segíti föl, hogy haladjunk. Mindjárt belépünk az utolsó percbe. Géci emeli ki az embert. Hát gyakorlatilag már egy olyan fél perce fönn a bírók keze, és még nem vették el. Csalló, fogd meg! Miénk, úgy van. Van 46 másodperc, Auer. Megpróbálják eljátszani a belemenést. Tóth, menj. Gyerünk, gyerekek, ki kell egyenlíteni. Glózi. Időkérés, Fülöp Péter, azt hiszem a legjobb pillanatban, hiszen van 36 másodperc. És ebben a 36 másodpercben kéne egy gólt lőni. 34-33. A csuda vigyel, az első fél időben csak egy picit, csak igen, egy mákszemnyit kevesebbet hibázunk. Ezt vizionáltam, hogyha egy viszonylag szorosabb első fél időt tudunk produkálni, gyakorlatilag a 40 perc után csak a húzták az időt a csurgójak, vagyis a nagykanizsák, bocsánat. Lehet látni, hogy lényegesen jobb fizikai állapotban vagyunk. Tehát ez a 12 gól különbség az nagyon nagy volt. Reméljük, hogy egy döntetlent ki tudunk harcolni. Vagy ha az öt kapufánkból csak egybe megy, akkor már nyugodtabban indulnánk neki ennek az utolsó 36 másodpercnek. Nem lesz kapusunk, tehát egyel több mezőnyjátékkal fogunk támadni. Glózi kivott még egy kortyot, Auer fogja, nem, Pádár fogja útnak indítani a Lasztit. Kér egy törlést. Igen, hát a rutinosan a nagy kanizsai játékos szándékosan összevizezte a labdát, rendkívül sportszerű módon. Na nézzük, Pádár, Szövérfi. Glózik, fél perc. Glózik újra. Szövérfi megpróbál betörni. Türelmesen kellene játszanunk. Most jön vissza a kapusunk. Álljon már meg az óra! Hát álljon az óra! Könyörgöm. Kiállítás természetesen nincsen. És az óra is egy olyan 5-6 másodperccel később állt meg, mint megállhatott volna. Ez azt jelenti, hogy 14 másodperc van még hátra. Itt most már nem lehet sokat vacakolni, sajnos valakinek föl kell játszani, és el kell, hogy lője. Glóziknak mondja Fülöp Péter, hogy indulj meg. Ugye Glózik 7 gólnál jár, nagyon jó átlövései voltak, most is kéne még egy utolsó ezen a meccsen. Gyerünk, gyerekek, 10 másodpercen belül. Pádár, Glózik, ez még nem lövő helyzet. Pádár, Zalai, 2 másodperccel a vége előtt. 2 másodperccel a vége előtt. Kiegyenlít, 34-34. 12 gólos hátrányból jövünk föl, és egyenlítünk ki, akkor, amikor 2 másodperc van már csak hátra, és ugye Zalai, amikor az előző gólját lőtte, 2-t lőtt összesen a meccsen, azt mondtam, hogy mikor jobbkor, ha nem akkor, mikor már csak 3 a különbség, hát mikor jobbkor, amikor egyenlíteni kell. Na Tamás, értékel. Hát aláírtam a döntetlen. Igen, hát most is azt tudom mondani, amit már az első fél időben, hogy sokkal szorosabb első fél időt kellett volna azt produkálnunk, hogy biztos győzelmet arassunk. Biztos vagyok benne, hogy a játékosok sokat tanultak abból, hogy fegyelmezetten kell, sokkal fegyelmezettebbek kell védekezni, illetve támadni, türelmesebbnek kell lenni. Viszont azt remélem, hogy ebből a mínusz 12 gólos eredményből felállni, az erőt és hitet ad nekik a továbbiakban a munkának, illetve az, hogy azért van esélyük a jó eredményt elérni. És hát ne felejtsük el, hogy két mérkőzés után ugye az újonc budai farkasok, budaörsi csapat egy győzelem, egy döntetlen, soha rosszabb kezdést. Soha rosszabb, de fontosak ezek a pontok, mert olyan a sorsolásunk, hogy az első négy meccsen fontos jó eredményeket elérni. Jövő héten jön a
Jövő héten szombaton jön a Tata, ami ismét egy hatalmas rangadó, az is gyakorlatilag a végelszámolásnál nagyon fontos pontokat jelenthet. És az elmúlt héten, ha jól emlékszem, három góllal verte a Tata Csurgó, a Nagykanizsát, tehát azt gondolom, hogy egy hasonló kélezett mérkőzésre számíthatunk. Kedves nézőink, a végeredmény tehát Budai Farkasok, Nagykanizsai Tungsram 34-34. Elképesztő meccs volt Neukom Tamásnak. Köszönöm szépen a figyelmet. Várlak köszönöm legközelebb szépen is, hogyha férfi meccset közvetíthetünk. Köszönöm szépen. Kedves nézőknek pedig azt kívánom, hogy nézzék tovább a közvetítéseinket, és jöjjenek ki ezeknek a fiúknak a meccsére, mert higgyék el, hogy nagyon jó kis hajtós csapat ez. A viszontlátásra, a viszonthallásra. Viszontlátásra.